Szevasz, üdvözlök mindenkit, ezen a szép pénteki délután, úgyis nálunk ugye most péntek van, itt van a délisz, ahogy látjátok, nemrég értem az épp, hogy csak megebédeltem, lezonyoztam, még folyik a fejemben a víz, ha jobban megnézed, legalábbis a fülemből biztos, hogy folyik még mindig ki, és elfelejtettem azt megtörölni. Sietek, ugyanis megyek és gyorsan megmosom a Mazdát, még mutatom az eső előtt, ugyanis jönnek a felhők onnét, meg körülöttünk is. Azt mondták, hogy jön az eső, és úgy néz ki a Mazda, képzeld el, múltkor ilyen párás idő volt, meg ugye mivel közelebb lakunk most így a tengerparthoz, ez a sok sós levegő ugye ráragad az ablakra, ilyen ragadós, és nem tesz jót ez a sós levegő, meg a sós is ugye az autónak. Azt mondják, hogy legalább két hetente egyszer jó lenne, ugye, hogy megmostád, a Mazda most már nem mostan meg körülbelül egy hónapja, hogy nagyon ráfér egy jó automosás, úgyhogy most oda megyek gyorsan el, aztán jövök haza, viszem a Lukaszt a szüleimhez, ugye péntek van, én megyek az öcsémhez, valószínű, hogy megyek az öcsémhez, aztán majd kiderül, hogy mit csinálok, attól függ, hogy milyen lesz az idő, hogy egész pontosan mit csinálok délután, azt még nem tudom, de most húzzuk a rongyokat, ugye? Nyuszi! A nyuszi az ilyen nem jön velem, azt mondta Lukasz, hogy ő se jön velem, úgyhogy nézzük, ugye, és kell keresnem ilyen rongyot, ilyen automosó rongyot, a vödröt azt nem viszem el, na várjál, le kell, hogy tegyelek egy kicsit, jó? Nem labdázunk, rongyot keresünk, azt hittem, hogy labdázni fogunk. Később labdázunk, rendben van? Nyuszi, itt, várjál, itt vannak benne a rongyok. Látod, ez mind az ilyen munkás rongyom. Tehát viszünk egy rongyot, megfogod? Tessék, de ne vidd el, csak ne. Viszünk még egy rongyot, ezt ide is letesszük. Úgy, hogy a Davis szeret törölgetni, most valószínű, hogy oda megy. Viszünk egy pirosat is, aztán viszünk valamilyen olyan rongyot, és ilyen pamut rongyot, ugye először átmostam az autót ilyen magas nyomású vízzel, mármint rendes vízzel, ilyen magas nyomású, amivel szoktam mosni az autót, ugye az automosánál, utána arrébb állok, és letörlöm le egy ilyennel, aztán áttörlöm egy ilyen pamut fölsővel szép tisztára. Úgyhogy valami ilyesmit keresünk, lehet, hogy ezt viszem el, vagy ez a munkás póló? De mit keres itt? Na mire? Mindig rongyot keresek, bejöttem a szobámba, ugyanis ott nem találtam meg a rendes rongyokat. Itt van fönt, valószínű mutatom. Itt fönt a szekrényben látod, itt van sok minden dolog, például teniszítő, olyan pumpa, egy ilyen cipős doboz, amivel nem cipő van, hanem az öcsémnek valami dolgai. Én azt hiszem, várjál, belekukkantunk, vagy mi van? Mi van? Ja, tudom, mi van benne, az autójának a, ugye van ez az összerakatós autója, ez a Lamborghini-s autója, biztos, hogy láttátok, ami üveg mögött van, ilyen dobozba, át lehet ott látni. Ebben a dobozban annak a cuccai vannak, ami megmaradt még belőle, meg ilyen extra dolgok. Azt mondta az öcsém, hogy rakjam el, ugyanis ő nagyon nem szeret szárolni semmit. Ja, mit mondasz? Apá, vigyázzál, nyuszi! És ott van mögötte a rongy valahol, úgyhogy ki kéne szednem. Te! Annyi jó dolog van itt fönt a szekrényben, hogy nézd, ilyen kis kazetták, ilyen kamerához, a régi kamerához, ugye ezek a DV kazetták, ez tele van ez a doboz, családi felvétel van rajta, rövid filmek, mindenféle fajta jó dolog. Aztán a rongy az itt lesz benne, nyuszi a kezem! Megvannak a rongyaim, úgyhogy lassan elindulunk. Davis, te mit csinálsz? Elindulok. Még mindig az nyitogatja az ajtót. Ami nem sokára az összes dolog innét, hogy a szekrényből ki fog jönni, mert még 3 hónapunk és 3 hetünk van, hogy ha jól számoltam, vagy 2 hetünk. És ugye költözünk, előtte ugye össze kell pakolni, úgyhogy lassan el kell kezdeni pakolászni, vele kell kapcsolni a villanyt. Már van egy pár dobozunk, ilyen táskánk, ugye, meg egy pár táskát meg is tartottunk a múltkori költözésből, ugye biztonság kedvére hát, mert én akarunk költözni, hogy lassan el fogunk kezdeni pakolni, én már alig várom, te! Úgyhogy most hozom a pénztárcámat, a szemüvegemet, aztán indulunk. Na leértem, levettem az autóról a tetőt, mutatom. Látod az ablakot milyen? Hogyha innét fényből látod, tiszta ilyen, látod, olyan csúnya, koszos. Az egész autó amúgy ilyen. Ahogy mondtam, 2 hetente, legalább 3 hetente ugye azt jelenti, hogy most meg az autódat, főleg, hogyha közel raksz a tengerparthoz, és ugye most mi közelebb rakunk a tengerparthoz, mint előtte, ugye előbb inkább azon a hegyes részen lakunk. Ez a sok sós víz, nem vagyis a víz, hanem ez a párás idő ráragad az autóra, és le kell mosni. Ugyan, indítom, aztán még melegedik a motor. Ugye februárban, nem tudom, hogy tudtátok-e vagy nem, de jön ki az új MX 5-ös. Februárban lesz itt minálunk Ausztráliában, ez az RF kiadás, ugye, ami azt jelenti, hogy a kemény tetős lesz, ugye ez a soft tetős, és jön ki a kemény tetős. Egy kicsikét másképp fog kinézni a hát, ugye meg a teteje. Majd emlék és megmutatom nektek is, és majd eldöntjük együtt, hogy melyik néz ki jobban, az új fajta,
vagy ez a fajta. Én nem tudom, én azt mondom, hogy az enyém jobban néz ki, legalábbis nekem jobban tetszik, bár élőben én nem láttam az újat. Úgyhogy ma megnézzük. Na minden, ma meglátjuk, úgyhogy bemelegedett a motor, legalábbis lassan, úgyhogy elindulunk. Felősödik az idő, bár én nem tudom, lehet, hogy lesz belőle valami zápor estére, de nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy vihar lenne belőle. Azt mondták, hogy megint esti fő, a hétvégén az eső. Nem tudom, én most nem hiszem el nekik. Ugyanis a múltkor se jött be nekik az a nagy eső. Na várják, közben lehúzzuk a tetőt. Lenyomjuk. Látod, az a jó, hogy menet közben is ezt le tudod húzni. Az új Mazdának a tetejét is le tudod húzni, legalábbis az gomnyomásra megy le, nem neked kell lenyomni. Az is ilyen pár másodperc alatt megy le, de nem tudom, nekem jobban tetszik ez a változat. De ahogy mondtam, hogy megnézzük közösen együtt. Na már nyílik ám a kapu, csak elég lassú, valami oknál fogva. Mostanában lelassult a kapunk. Megjöttünk! Itt vagyunk az automosóba, úgyhogy felhúztam a tetőt, húzom az ablakokat. Gyorsan megmosom, áttörlöm, aztán elindulunk hazafelé. Az idő úgy néz ki, mintha nem sokára elkezdene csöpögni, de talán szerencsénk lesz. Oda nézd, megmostam, szép, tiszta lett. Látod? Közben képzeld el, megerett az eső. Azt újra át kellett törölni az egészet. Na várjál. Na, csak beültem. Közben megerett közben az eső. Nem is az, hogy esett, hanem inkább csöpögött egy ilyen 2 percig, 5 percig. Ah, még 5-ig se. Épp hogy csak befejeztem, és tiszta víz lett az egész, úgyhogy újra kellett takarítanom az egész autót. Legalábbis nem takarítam, csak újra le kellett törölgetnem. Aztán ugye ilyenkor, mikor törlöm az autót, állandóan sokan idejönnek, megnézik az autót. Idejött egy néni, nézegette az autót, hogy milyen szép az autót, mondtam, köszönöm szépen. Aztán éppen 5 másodperc nincs, mikor elkezdtem a videót, előtte idejött egy bácsi és egy ilyen fiatalabb itt ezzel a 4-wheel drive-val, ezzel a telepjáróval, látod? Az is megnézegette, általában mindig mindenki megnézi az autót, főleg mikor így megállok falon és így tisztogatom, meg pucolgatom. Aztán, amit akartam tőletek kérdezni, nálatok mennyibe kerül egy automosás? Ugye, ha nálunk van többfajta automosó, tehát van ilyen, ahol én hozom, általában ugye én csak lespriccálom és áttörlöm, ez 1 dollár 45 másodperc, vagy 1 perc? Ne, 1 perc 1 dollár. Nálatok mennyibe kerül? Aztán még van nálunk, ugye van nálunk ilyen automos, hogy megmossák neked az autót, ha jól emlékszem, olyan 20-25 dollárt, hogy legyen kézi automosó, és majdnem, hogy minden egyes ilyen bevásárlóban van most már nálunk. Régebben nem volt, most már majdnem minden, hogy van. Nálatok is van ilyen automosó minden bevásárlónál, tehát ilyen kézi automosó, hogy megmossák az autódat, vagy ez csak itt mi nálunk ilyen elterjedt. Komolyan mondom, nincs olyan bevásárló most már, hogy nálunk ne legyen. Nem csak bevásárlónál, hanem most már bevásárlók mellett is vannak nagyon sok ilyen kézi autómosó, úgy látszik, hogy nagyon bejött nekik az üzlet. Nem tudom, hogy ez el van-e terjedve, vagy nincsen. Úgyhogy ha gondoljátok ide videóra, írjátok meg hogy mennyibe kerül egy ilyen mosó. Tehát 1 dollár az olyan 220 forint, azt hiszem 1 perc, ugye? Valahogy így van. Na minden, úgyhogy, na várjál, meg kell törni a szemegemet, aztán elindulunk hazafele. Autót cseréltem, ahogy látjátok, itt van mellettem a Lucas, és éppen tartunk a szüleimhez, aztán megyek az öcsémhez. Közben megint esett egyet az eső, nem sokat, megint egy ilyen pár percet, de megint felszáradt az egész, látod? Ez a nyári idő, ahogy mondtam, nyáron nálunk ilyen az idő, ilyen esik, nem esik, néha nagyon meleg van, néha ilyen bolondos az idő. Amúgy remélem, hogy nem felejtettétek el jövő héten szombaton, ugye? Jövő héten szombaton, mert most szombat, holnap lesz szombat. Jövő héten szombaton nem más fogunk veletek megosztani, mint... A valamilyen! A legelső részét nem más, mint egy tengerpartos rész. Ugye nagyon sokan mondtátok, hogy tengerpartos legyen az első rész, ugye múltkor kérdeztem. Kb. 95%-a azt mondta ugye az embereknek, hogy tengerpartos legyen. Kérdez tengerpartos, utána lesz egy másfajta, megint lesz tengerpartos. Lesz az énem! A tiéd, és a Lukasznek is. De azt én ezt sem filmeztük, te. Ugye? Nem! A Lukasznek is volt egy ötlete. Miért vagy mérges? Ha lefilmezzük utána a hétvégén. Jó van! Várjál, fordulunk. Kifordultam, te! Annyi autó jött, mint a felvár. Most már eltűnnek az autók, ugye vége van a karácsonynak, az új évnek. Lassan visszaáll a forgalom, bár még mindig szünet van. Szünet lesz még egész pontosan. Meddig, Lukasz? Még 2 hét, ugye a nyári szünetben még van? 2,5-3 hét. Aztán utána lesz ugye Ausztrália nap, január végén, úgyhogy megint szünet lesz, elkezditek az iskolát. 2 napot mentek, vagy 3-at, ugye? Aztán újra szünet, ugye, és Ausztrália nap lesz. Na mi a helyzet? Megvan mindened? Jó. Várjuk az autót. Megjöttünk a szüleimhez. Gyorsan csöngetünk? Jó. Ja, nem elosztra a töltődet is, vagy nem osztra a töltő? Nem nagyon kell. Biztos, hogy ki fog... Olyan 50% a komputer. Gondolod? Ki fogja bírni az akkumulátorot? 50% a komputer, mikor megyek haza. 50%. 50%. Na, akkor gyorsan nyomjuk aztán.
Aztán tudom, mit felejtettünk el? Mi? Játékot készíteni a játékcsatornára megint. A múltkor játszottunk a múltkor. Mivel játszottunk a múltkor? A Disney. Nem, az... Nem azzal, na mennyi? Az Overcooked, az a játék, nem tudom, hogy mi a magyar szóval, lehet, hogy a magyarul is az a címe. Mit kell csinálni, ilyen pizzát, meg hamburgert, meg ételeket kell gyorsan elkészíteni, és így ki kell adni ugye az embereknek. Az a játék. Kell sok pont végezni. Ja, pontot kell gyűjteni. Csak én úgy gondolom, azt mondta Lukasz, hogy menjük fel. De én mondtam, hogy szerintem az nektek úgy se lenne érdekes, és egy ilyen képernyő az egész, és ilyen kettő pici figura futkozik ide-oda. Lehet, hogy tudjátok. Nem tudom, szerintem az nem lenne érdekes. És tudom, hogy én mondtam. Na várjál, megjöttünk. Oda nézd, nem tudom, látod-e vagy nem, lehet, hogy nem láttad, de megyek itt az úton, és itt vannak ilyen autókereskedők. Nem az az érdekes, hogy itt vannak autókereskedők, hanem milyen autók vannak itt. Ugyanis ott van az MG, az MG, G6-os vagy sima 6-os? Ilyen autó, 2013-as, képzeld el, vadonatúj, van belőle jó sok, valószínűleg bevásároltak belőle, és 13.000 dollártól indul, a legjobbik változat 16.000 dollár. De ugye 3 vagy 4 éves az autó, és rettentő jó áron van, csak gondoltam, megkérdezem, hogy ismeritek-e az autót, és tudjátok-e, hogy jó-e az autó, vagy nem jó? Majd lehet, hogy ide egy képet beteszek. Na várják, közben megjött az öcsém, hogy ki kell nyitani az ajtót. Nézd, ott jön, mutatja, hogy ne vegyem a fejét, mert nincs megfésülve a haja. Nem fésül, kötél meg? Megint nem fésülte meg a haját, úgyhogy nem akarja. Levágtad a hajadat? Akkor azért nem fésülte meg, látod? Ilyen rövidebb neki. Na várjál, zöld van, úgyhogy megyünk. Beérkeztünk szörfözve, mindig van forgalom. Amúgy vannak még turisták, látod, ott megy például egy ember szörfdeszkával a kezébe. Jönnek valószínűleg fel a partról. Ott is valaki sétál hazafelé. Mennyi az idő? 5 óra 41 perc van. 28 fok van, szeles az idő, úgyhogy időjárás jelentés megvolt. Itt elfordulunk jobbra, leállunk oda a parthoz valószínű, ugyanis lehet, hogy csak ott lesz hely. Még azért mindig van azért forgalom itt benne. Látod, itt szörfészben jönnek a turisták, mennek. Talán lesz azért helyünk ott lent majd valahol. Lejöttünk egyet, mutatom. Itt a tengerparsa, látod? Van rész mennyi madár van, te? Meg mennyi turista? Jó sokan vannak lehet, bár nem, de fürdenek még, van egy kicsit próbált neked ránk közelíteni. Én úgy nézem, hogy ott, ja, ott még fürdenek, de még az életmentő is kint van ott, látod ott a távolban. Ott áll az autó, és ott bent, ott onnan néz mennyien vannak még mindig bent. De aztán valaki ott napozik, vagy alszik. Hálózságban, vagy miben, látod? Várjál, közelítek, csak lassú a kamerának a zoomja. Elaludtak. Madarak itt esznek, meg repülnek, úgyhogy valószínűleg elindulunk arra, visszamegyünk, aztán szokás szerint megyünk, veszünk valamit inni, meg körbe sétálunk egyet ott bent. Portunk hazafelé, én és a Lucas. Hello! Szervusz! Az öcsémet hazavittem, és a Lucas most nem más hallgat, mint nagyon szereti ezt az együttest, a kicsodát. 21 pilots! Ezt a 21 pilótát, pilot. Sok tudja! Én biztos mindenki tudja. Én látva neten magyar feliratkozó. Igen? Na mutasd, de egy picit mutathatunk belőle itt a YouTube-on, nem? Na mutasd. Copyright! Ez csak a ride, pici band. Ez nem volt mikor indul. De beszélsz, nem lehet hallani. Mindegy, a Lucas ezt most nagyon szeret, és ezt hallgatja. Na várjál, zöld a lámpa. Amúgy jönnek ide, ugye? Hozzánk. Brisbane-be jönnek. Ja. Koncertre lesz márciusban? Ja, márciusban. Márciusban. De mondta a Lucas, hogy ő még túl pici elmenni ugye koncertre. És olyan sokan van itt neki. Ja, van. Még mint 100 dollár. Attól kezdődik a jegy. 100 dollártól kezdődik a jegy. De mondta a Lucas, hogy... Nem kettő. Persze, hogy egy, hát nem kettő. Attól kezdődik a legutolsó sorban, semmit nem lehet látni, csak max hallani, vagy távcsőre. Hogyha van távcsőre, akkor biztos látsz valamit. De mondta a Lucas, hogy még pici vagy, ugye? Hmm. Majd, hogyha egy kicsit idősebb leszel, és megint jönnek, akkor majd max elmehetsz, vagy a barátaid. Nem velem. Nem velem. Hát... Szia, te nem jövök. Hajaj, nem jövök. Barátom, jövünk velem. Rendben van. De az még odébb lesz, egy pár év szerintem. Hozzáérkeztünk! Képzeld el, a Davis még nem alszik, éppen vizet iszik. Ami már készen van alvásra, a Lucas már alszik. A Davis az meg még mindig iszik, kettő cumis üvegből, mert egy nem elég. Nyuszi, miért kettőből iszol, mi? Fog magházzal, hogy nem mit? Tud bántani. Ja, nem bántalak, miért bántanálak? Csak csikizlek. Abban nincsen semmi, te, abban nincsen semmi. Nyuszi. Úgyhogy ezt a mai videót itt most lassan befejezzük. Holnap mit csinálunk? Mö.
Ki tudja, mit csinálunk, attól függ, milyen idő lesz. Megyek dolgozni, de utána biztos, hogy valamit csinálunk. Majd meglátjuk. Fú, bejött egy lepke! Láttad, itt ment el a kamera előtt. Lehet, hogy nem láttad, de majdnem belement az orromba. Ja! Mit mondasz? Mit mondasz? Hol a mami? Nyuszi! Nincsen ilyen szúnyogháló itt az ajtón általában, mindenhol van, minden házban van általában ilyen szúnyogháló, hogyha kinyitod az ajtót, ugye becsukod, és a bogarak nem jönnek be este a fényre, meg a kígyók, meg ilyen hasonlók, és itt nincsen. Hogy miért nincsen, nem tudom, azért már nem raktak valószínű, és egyszer-kétszer jön ilyen lepke, hogy valamit ki kell hesketni. Te a este bejött egy ilyen nagy cserebogár, ami ilyen zajtad, ilyen bzzzt, nem, le kellett csapni, és nem csaptam le, nem kihessegettem, így kicsaptam. Na várjál! Davis elmegy aludni, ja nem fogjuk a lencsét. Azért mondta, hogy nem akar még menni. De mi van, ide jössz? Gyere. Hoppá! Együtt megyünk aludni. Te is mész aludni? Ja, én is elmegyek aludni, jó? Rendben van? Ti ezt a mai videót itt most befejezzük, ugyanis megyünk mind a ketten aludni. Legalábbis a Davis az biztos, én majd nem tudom, mit csinálok. Mit csinálunk? Még bockozunk előtte egyet ott az ágyban? Úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!